Szép jó napot kívánok! Eljött az a nap, amikor igazából az élő előadásokon úgy jelenek meg, hogy na, most lehet kérdezni. Jeleztem is az előző alkalommal, hogy a kérdéseket jó lenne e-mailben elküldeni, hogyha valakiben maradt tisztázatlan kérdés a vizsgakérdések irányából, vagy a vizsgakérdések valamelyikével kapcsolatban. Hát gyakorlatilag egyetlen e-mailt kaptam, amelyik azt kérte, hogy kicsit jobban világítsam meg, mert számára nem volt teljesen érthető, hogyan is alakul a cache-ben a címbitek száma, hiszen ez egy konkrét kérdés, konkrét kihúzható vizsgakérdés, és erről fogok most beszélni. A bitek számához természetesen valahol érezni kell, látni kell azt a bizonyos memória hierarchiát, ami ugye úgy néz, hogy vannak a regiszterek, aztán itt van valahol a cache, alatta van az operatív tár, ha úgy tetszik a RAM, és hát innen további részek is vannak, most ezt a vonatkozást tisztázzuk teljesen. Tulajdonképpen ez a CPU maga, bár ma már gyakorlatilag egybe van építve a cache-sel, tulajdonképpen a CPU még mindig önálló egység. Hogy egy integrált áramköri lapkán helyezkedik el a cache-sel, ettől még a CPU feladat nem változik. A CPU a memóriából kér adatokat. A CPU a memóriába küld adatokat. Hogy közte ott van a cache, ő arról nem tud. Tehát igazából arról szól a dolog, hogy a CPU kiad egy címet, erről a címről szeretne beolvasni. Hogy van cache, nincs cache, ő ezzel nem tud foglalkozni, nem is akar foglalkozni. Igen, a cache-nek magának kell azzal foglalkozni, hogy az a cím, amit a CPU kiadott, az másolatban megtalálható itt, és akkor odaadja a CPU-nak, vagy nem található, és akkor másolatot kell csinálni, és odaadja a CPU-nak. Tehát maga a CPU nem tud arról, hogy van cache, nincs cache, hanem egyszerűen azt kell csinálnia, hogy kér valamit egy adat, megvárja, míg odaadják. Nyilván abban az esetben, ha van másolat, hamarabb kapja meg, mint ha nincs másolat, de tulajdonképpen kivárja, amíg megkapja. Ugyanígy, amikor kiír, tulajdonképpen addig vár, amíg azt a nyugtázást meg nem kapja, hogy kiírtuk az operatív tárba, vagy csak a cache-be, lásd write-back kategória, de lényegében nyugtázást kapott arról, hogy ez az adat el van téve az operatív tárba. És emiatt van az, hogy a CPU önmagában fogalma nincs, hogy van-e cache, vagy nincsen. Ezért ugye a cache, amelyiknek van egy olyan adattára, ami 2 az n-ediken byte-ból áll, ez mindig 2 egész számú hatványa, ide kerülhet a másolat. Tehát ha n4, akkor 16, ha n6, akkor 64 darab byte-ról tart másolatot a cache. De melyik címről? Igazából, ugye ennyi címet egy bittel lehet megcímezni. Tehát ha ez 16, a 16 byte között 4 bittel lehet megállapítani, hogy melyikről szól, a 0000 az ez, a 0001 az a mellette levő, a 0010 az, és így tovább 0011. Tehát valójában 4 biten, ha n4, tudjuk megmondani, hogy
melyik címről is van adatunk azon belül. Tehát ennek a belsejét megcímezni van envítünk. Tehát, ha a memória teljes címét nézzük, ez a CPU által kiadott kért cím, ami mondjuk, hogy 32 bit, vagy 64 bit, hát milyen a CPU? Hány biten címzi a memória? Tehát ettől függően, vagy 32, vagy 64, nyilván ma többnyire azért 64 bitről szól, a CPU kiad egy 64 bites címet. A 64 bites címből igazából N bit arról szól, hogy oké, ha van másolat, annak a másolatnak melyik elemét szeretném kérni. És a másolatnak az eredménye itt viszont ezen a címen található hogy van másolat róla, vagy nincs másolat róla. Tehát itt az a cím van eltárolva, ami itt található. Ebből értelemszerűen következik, hogy ennek a címnek a mérete arról szól, hogy a CPU által kiadott cím N bit hiány kerül ide. Hiszen ha kezdjük itt, hogy 00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 
a 0001, a 0010, és így tovább, ami ezen belül adja meg a címet. Az, hogy melyik részéről van a memóriának itt másolata, ezeken a biteken fog jelentkezni, ezek a bitek mondják meg, hogy a cache-ben tényleg ez van-e. Ha ez a két csoport egyforma, akkor itt található a másolat. Persze ne felejtsük el a valid bitet, hogy már van róla másolat. Tehát igazából, ha a valid bit azt mondja, hogy már van másolat, ezt a két bit csoportot kell összehasonlítani. Ha ez a két bit csoport azonos, ez a bit csoport azt mondja meg, hogy azonos, melyik eleméről van szó, melyik elemét szeretné kérni a CPU. Tehát itt az N az ezen belüli címeket, a, hát mit, hogy hívjuk? Mondjuk azt, hogy C. Ez a C valójában C egyenlő 32 minusz N vagy 64 minusz N darabot jelent, attól függően, hogy a CPU, aki kérte a memória hierarchia legfelső szintjéről, ő 32 bites címeket, vagy 64 bites címeket használ. Tehát a cache-ben ennyi bitet kell eltárolni, hogy tudjuk, hogy a memória melyik részéről van, vagy esetleg éppen nincs ebben a sorban másod. Azért azt tudjuk ugye, hogy van több sor. Tehát több elem található. És ezeknek az elemeknek a száma is kettő az, n-ediken, nyilván n nem azonos m-mel, de ez is kettő egész számú hatványa szokott lenni. Tehát valójában ezeket a biteket kell itt
összehasonlítani, és ha valamelyik bit csoport azonos azzal, amelyiket a CPU kiadott, persze is a valid bit is igaz, azt mondja, hogy ez érvényes másod, akkor itt található az a különös cím, amire a CPU-nak szüksége van. Tehát ebből jött az ki, hogy abban az esetben, ha N4, a 32 bites a cím, akkor ugye 32-ből 4, akkor 28 ez a bizonyos C, de akkor, hogyha ez 64 bites CPU által kért cím, akkor természetesen ez nem 28, hanem 60 bites lesz, mert levonjuk belőle N1-N4 értéket. Illetve, hát most gyakorlatban nem lehet N akármennyi. Tehát nem lehet azt mondani, hogy N az 21. Vannak korlátok, hogy hány byte van egy cache-ben eltárolva. Igaz, hogy mindig kettő egész számú hatványa, de ez az adott technikai feltételektől, hogy tudják kialakítani ezt a tárolót, észszerű korlátokkal bír. Mondjuk azt, hogy 4, 5, 6, 7 lehet az N értéke, tehát a 16, 32, 64, 128 byte-nyi tár van egy-egy cache sorban, és ennek megfelelően a kialakult N értékkel korrigált címtől függő, a cím bitjeinek számától függő tár hely mondja meg, hogy melyik címről van másolat. Azért, mert hogyha a CPU kér egy címet, 32 bit, 64 bit, és az nincs a cache egy sorában sem, akkor valahogy kiválasztva egy üres sort, ahol a valid bit 0, beírja ide a csoport ezen bitjeit, és az operatív tárból kezdve azzal, hogy C-bitek 000, C-bitek 001, C-bitek 0010, egészen a C-bitek 1111 értékig, mindegyik címről készít egy másolatot ide. Tehát innentől, ha a CPU-nak a C-bitje azonos a tárban lévő, a cache-tárban lévő, cache-tár címrészében lévő bitekkel, akkor megtalálható itt valamennyi ilyen bit, vagy ilyen című byte a megfelelő pozícióban. Mert mindegyiket beolvasta a cache ide, mindegyikről van már másolat, tehát nem kell az operatív tárból beolvasni, mert ő ide már beolvasta a másolatot. Tehát abban az esetben, ha ez a felépítés, akkor a C ezen képlettel számolható ki. Nincs általános szabály. Tehát, hogyha mondjuk vizsgál valaki erről szeretne beszélni, legyen szíves, határozza meg, milyen cache felépítését adja meg, adjon konkrét példákat, így van a kérdésben, amit húzni lehet. Magyarán, amikor válaszolni kell, azt mondja, hogy én úgy képzeltem el, hogy 32 bites címet ad ki a CPU, és a cache adat területének a mérete 32 bit. A 32 az 2 az N-ediken, kifejezéssel, ha úgy tetszik, a 32 kettes alapú logaritmusa 5, tehát 5 bitet kell erre elveszteni, 32 minusz 5, akkor 27 bites lesz a C, a cím bitjeinek a száma. Ez egy konkrét példa. Abban az esetben, ha full asszociatív tehát a full asszociatívnál. Akkor
akkor érvényes ez a képlet. Tehát a full asszociatív cache-nél van, amikor bármelyik sorban elhelyezhető bármelyik cím. Nincs kivétel. Tudjuk, a helyettesítésnek van egy eljárása, kiválasztjuk, hogy melyik, valamilyen algoritmus szerint, amelyiket már nem akarunk használni, ennek törüljük a valid bitjét, na de innentől lenne egy üres sor, és akkor de bemásoljuk az új címet, bármelyik sorba másolhatjuk a címet, aminek megvan az a problémája, hogy túl sok összehasonlító áramkört kell készíteni, hiszen ahány sors a cache, a C-szer 2 az M-es bites összehasonlítót kell készíteni, ami annyira megnöveli a chip méretét, hogy a chip gyors használatát már akadályozná. Ezért itt a full asszociatív, bár ténylegesen a legjobb cache típus, nem alkalmazható korlátlan kiterjesztésekkel. Nem csak anyagi, hanem egyszerűen technikai akadályok is fennáll. Helyette volt a direkt leképzésű cache, a direkt leképzés arról szólt, hogy ne kelljen az összes sort összehasonlítani, hanem csak egy bizonyos sort nézzük meg, hogy melyik sorban lehet. Tehát ki kell választani egy sort, hogy esetleg ebben van, vagy nem ebben van a másolat az operatív tárol. De hogy mondjuk meg, hogy melyik sort válasszuk direkt leképzésénél? Úgy, hogy hogy a címből N az továbbra is az adatterületen belüli címet adja, de M bittel kiválasztjuk az adott sort. Tehát, ha ez a bizonyos 32 vagy 64 bitből megnézzük az M-et, ha no, mindegy, hogy hány bites, akkor megnézzük, hogy az ez a sor. Ha 0001, akkor azt mondjuk, hogy ez a sor. Ha 0010, akkor ez a sor. És így tovább. Természetesen a legnagyobb az pedig M darab 1-es, tehát őről szól, a 2 az M-ediken sor. Tehát az M-et megint csak a vizsgázónak kell meghatározni. A technikai gyakorlatban azért 256 sornál nem nagyon van kevesebb sorú cache, tehát ez azt jelenti, megint 256 kettes alapú logaritmus a 8, 2 a 8-on az a 256. Tehát a kettes alapú logaritmus alapján a M érték, mert ugye 2 az M-ediken kettes alapú logaritmusa az M, tehát az M bittel lehet megmondani, hogy melyik cache sorról van szó, és ilyenkor a cím az nem 32-N, hanem 32-N-M, vagy 64-N-M. Azaz, ha az előbb az volt, ugye azt hiszem, hogy 32 bájtos tároló, tehát N egyenlő 5, akkor a M8 egyenlő esetén azt mondjuk, hogy mondjuk 32-5-8, ja Istenem, mennyi az? 32-5 az 27, mínusz 8, akkor itt 19 bit foglal direkt leképzés esetén helyett. Tehát 19 bitesek azok a részek, amik a 32-ben van, nyilván 64-nél egy másik értékük ki. A hallgató választ ilyenkor a vizsgát.
ő azt mondja, hogy, és ezért mondok példákat, hogy azért itt megint nem hasraütünk, hogy M legyen egyenlő 2. Nincs olyan kes, ahol 4 sor nem. Tehát ezért adok némi támpontot a legalább 256, esetleg 512 sorról, 2 egész számú hatványaként kell mindenképpen szerepeltetni. Ugye tudjuk, hogy ezzel az a baj, hogyha ez a bit más és más, és a két címet össze kell hasonlítani, ami csak ebben a bitekben tér el, ezek neki azonosak, az N bitje azonos, azt jelenti, hogy ki van választva egy bizonyos sor, egyik cím kiüti, másik cím kiüti, egyik cím kiüti, tehát egymást váltogatva, hogy összehasonlításnál szoktuk, hogy egyik érték összehasonlítva a másikkal, következő érték a másikkal. Egymást fogják kiütögetni a cache-ből, hiszen egyiknél nincs másolat, beleteszi a másolatot. Másiknál nincs másolat, beleteszi a másik másolatot. Újra az egyik, de most nem arról van már szó, és akkor beleteszi. Tehát emiatt a direkt leképzésű cache bizonyos cím együttállásoknál nem jó eredménnyel adja meg a helyettesítést. Végül maradt a csoportasszociatív. A csoportasszociatív azt mondja, hogy jó ez a direkt leképzés, de készítsünk csoportokat a sorokban. A csoportok száma nyilván kevesebb lesz, mint a 2 az embediken, tehát az egy újabb szám ez, megint 2 egész számú hatványát változtatjuk, és így módon tudjuk, hogy az M az nagyobb, mint a K, hiszen nem lehet csoportokat létrehozni csak akkor, ha a K kisebb, mint az M. A gyakorlatban 4 utas K egyenlő 2, 8 utas K egyenlő 3, 16 utas K egyenlő 4 csoportokat alkalmaznak a 8 utas cache-nél, a 16 utas cache-nél, a 4 utas cache-nél. Tehát arról szól, hogy hány elemből állnak a csoportok. Igen ám, de akkor a csoportokat kell tudni kiválasztani, hogy melyik csoportról van szó. És a csoportok természetesen ebben az esetben 2 az embediken sor, ha elosztjuk a csoportok méretével, ugye, azt jelenti, hogy ennyi csoport lesz. Hány csoport ez? Hát ha a matekot nézzük, ugye azt mondjuk, hogy 2 az M minusz K darab csoportuk van, azaz a következő esetben a csoport asszociatívnál minusz N minusz M minusz K, de ennyi csoportunk van, vagy ha úgy jobban tetszik, minusz N, N plusz minusz M plusz K, mert ugye a minusz minusz ki fogja ütni, tehát akkor a csoportok kitevőjével megnőtt az a szám, előbb ugye azt mondtuk, hogy 19 bit, kárgyelőket, akkor 21 bit lesz az érték, természetesen a 64-nél ugyanúgy ugyanezt a képletet kell alkalmazni, csak egyszerűen a címbitek száma fog megváltozni. Tehát ez lenne az általános eljárás, ha valaki ezt a kérdést húzza vizsgán, akkor önmaga azt mondja, hogy szerintem most itt egy 512 soros cache van, az adattárnak a mérete az 64 byte, akkor az 2 az 5-en, itt az 512, 2 a 9-en, és akkor ezekkel az értékekkel meghatározza, hogy ebben az esetben a 32 bites cím esetén ezek a konkrét példák,
példák, vagy 64 bites cím esetén, ezek a konkrét példák. Ugyanígy meghatározza a csoportszámot, azt mondja, 8-as kes, 8-as csoportok jöttek létre. Ehhez 2/3, tehát 3-mal kell megnövelni a címbitek számát abban az esetben, ahol direkt leképzési kes címtár méretéhez képest. Tehát össze kell rakni egy ilyen példasort. Ez lett volna ez a bizonyos kis tovább magyarázat, és mivel nincs több kérdés, nem jött e-mailbe csak ez az egy kérdés, ezért igazából az élő előadásnál itt én befejeztem volna, azt mondtam volna, hogy viszont látásra, ha nincs további kérdés. Annyit azért most még kiegészíteni. Kezdődik most már önöknél azoknak az igény bejelentése, akik online szeretnének vizsgázni. Nincs semmilyen korlát. Aki jelentkezik, annak online vizsgát fogok biztosítani. A kérés az, úgy, ahogy már jó pár esetben megtörtént, e-mailt küld, és én vissza szoktam írni, hogy milyen időpontok közül válasszon ő maga. Ő kiválasztja azt, hogy 6-án 10:20-tól szeretne vizsgázni, és akkor én kiírok számára egy ilyen vizsgát névre szólóan, ott lesz a megjegyzés, mert névre szólóan a számára. Természetesen csak akkor, ha olyan időpontot jelöl meg, amelyikre még nincs vizsga kiírva, mert nyilván egyszerre ketten nem tudnak vizsgázni, tehát én akkor fogom kiírni a vizsgát, hogyha azon az időponton még nincs névre szóló vizsga. Tehát aki online szeretne vizsgázni, hiába böngészi a vizsgák lehetőségét, ilyen, hogy online vizsgára kiírás nincsen, hanem jelzi nekem, és én vissza is szoktam írni, hogy a ön által kért időpontra kiírtam a vizsgát, most már oda föl lehet neki jelentkezni. Ha valaki mégis böngészi a vizsgák listáját, és talál egy számára kedves időpontot, amelyik szabad, akkor nézze meg, mert ugye emlékeim szerint kedre és péntekre van kontaktvizsga kiírva. A kontaktvizsgán nem lehet online időpontot kérni, hiszen akkor oda többnyire már fel is jelentkeztek, akik kontaktvizsgát akarnak tenni. Ha mégis üres, akkor jelentkezzen fel, ha kontaktvizsgát akar tenni. Ha online vizsgát akar tenni, küld egy e-mailt, mikor szeretne vizsgázni, olyan időpontban, ami még nincs vizsgákra kiírva. Én arra kiírok egy névre szóló vizsgát, és ha valaki talál egy olyan vizsgát, hogy jó lenne, de online vizsga, a megjegyzést nézze meg, neki történt a kiírás. Ha nem neki, még ha szabad az időpont, és kérem, ne jelentkezzen föl, mert az valakinek a számára lett kiírva, csak valahogy előbb látta meg, mint az illető feljelentkezett volna rá. A mai napunk ennyi lett volna, egy kicsit rövidebb talán, mint szokott lenni. Meleg, családias, jól hangzó, jó érzésű karácsonyi ünnepeket kívánok önöknek. És ha nem is nagy csoportok, de vidám szilveszterezés legyen, bolondosan búcsúztassuk el ezt a nem tökéletes évet, későbbiekben pedig boldog-boldog új évet kívánok mindannyiunknak. És sikeres vizsgai időszakot, jó vizsgázást! Viszont